Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma január 27-e van Angelika névnapja, ma van Szent Száva napja és a holokauszt emléknap. Műsorunk elején lássuk, melyek a nap kiemelt hírei röviden. Palicson tartották a Magyar Kultúra napja délvidéki központi ünnepségét. Szent Száva napját ünneplik Szerbiában. Ma van a holokauszt nemzetközi emléknapja. Pár dinárral olcsóbb lett a műtrágya. Ma tartották a Magyar Kultúra napja vajdasági központi ünnepségét Palicson. A rendezvényen átadták a 2020-as és 2021-es év vajdasági szép magyar könyv pályázat díjait és elismeréseit. A plakettet, a Magyar Életfa díjat és az aranyplakettet is átadták. Az idei aranyplakett díjazottja Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök helyettese. 2020-as év. Átadták a vajdasági szép magyar könyvpályázat díjait, 10 kiadóház és intézmény vezetőjét és tisztségviselőjét jutalmazták. A 2020-as és 2021-es év legszebb kiadványának járó elismerést a Fórum könyvkiadónak ítélték oda, Bozsik Péter Behódolt tartomány című kötetéért, valamint a Vajdasági Ládafia című kiadványukért. A tankönyvpótlóért. Isten, haza, család. A Magyar Kultúra napjának vajdasági központi ünnepségén beszédet mondott Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke. Magyar kultúránk napja a kijelentő mondat, az állítás megkerülhetetlen pillanata is. Annak pillanat, amikor ki kell mondanunk, hogy az igazság felmagasztal, hogy hülyek maradunk, azt, hogy elfogadtuk és hálásak vagyunk azért, hogy a gondviselőnek velünk terve van. Azt, hogy a nemzetépítés és a nemzetegyesítés korszaka tovább kell és tovább fog folytatódni. Azt, hogy bízva bízhatunk cselekvő nemzetünk közösségeiben és azok tagjaiban. Ki kell tudjuk és ki tudjuk mondani. Papírra is rót fogadalmunk, hogy megvédjük az újbóli közös hazát összefonó oltalmat és kiküzdött valóságát. Kiosztották a Magyar Életfa díjakat. Birkás János, adai hegedűtanár, művelődés és közösségszervező, Brezovszki Eszter, a hagyomány és örökség szeretet példaértékű egyénisége, Jódal Rózsa író és Pintér József Péter Révei helytörténész vehette át az elismerést. A legrangosabb díjban, aranyplakettben Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök helyettese részesült. Olyan sajátos értékgazdagság a vajdasági magyarság, ami nélkül csonka lenne az egyetemes magyarság, és a magyarság tekintetében is az a sajátos gazdagság, ami a vajdaságnak az öröksége, azt nem tudja se az anyaország adni, se az erdélyiek, se a felvidékiek, csak önök. És politikai értelemben is azt kell mondani, megint nagyon széles értelemben értve, hogy egy adott nemzetrész magyarsága, így a vajdasági magyarság is, felelős elsősorban önmagáért, hiszen a vajdasági magyarságot a vajdasági magyarságon kívül senki nem tudja megőrizni. Tehát felelős önmagáért. Felelős az egyetemes magyarságért, és felelős a többi nemzet részért is, hiszen ami a vajdaságban történik, az példa és hivatkozási lehetőség a többi nemzet rész számára is. A plakettel ismeréseket is átadták. Komarek Magdolna művelődés és közösségszervező, Mihók Attila citerás közösségszervező, Stefaniga Otília közösségszervező, Varga Lívia az adai vadvirág hagyományápolókör elnöke, valamint a muzsiai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület részesült a díjban. Január 27-e Szent Száva napja. A szerb oktatás és a kultúra védőszentjére emlékeztek ma Szerbia szerte a pravoszláv templomokban és az iskolákban. Szabadkán a nevét viselő intézményben verses műsort tartottak az önálló szerb ortodox egyház megalapítójának tiszteletére. Emellett iskolanapot is ünnepeltek. A Szabadkai Szent Száva általános iskolában is megemlékeztek az önálló szerb ortodox egyház megalapítójáról, Szent Száváról. Emellett iskolanapot is ünnepeltek. Az ünnepség visszafogottabb volt, szűkebb körben történt.
A Szent Száva himnusszal kezdődött az ünnepi műsor, majd a pravoszláv szokás szerint megszentelték és felszelték az ünnepi kalácsot. A műsor további részét a diákok szavalatai színesítették. Важно да славимо нашу школску славу зато што он је урадио много стари за нас. То што је био први учитељ, био је први архиепископ и много још других ствари. Az intézmény igazgatója megköszönte a tanárok, a diákok járvány idején nyújtott kitartó munkáját. Osnovna škola Sveti Sava, pored toga što slavi školsku slavu, između ostalog to je i naš dan škole. Ja ću samo kratko da kažem da mi pratimo put Svetog Save koji je on već davno zacrtao i naravno njegov duh koji je uvek prisutan ovde kod nas u školi, naravno i kod svih nas. Az eseményen jelen volt Srdjan Samardžić, a Szabadkai Városi Tanács gazdasággal megbízott tagja is. Svaki put kada se okupimo za dan Svetog Save, prisjećamo se čoveka, svetitelja koji je svojim životom i svojim delom ostavio veliki trag i koji je ostavio primer kako se treba živeti i kako se trebaju postavljati etički i moralni standardi. A rövid műsort, amelyet erre az alkalomra készítettek, az iskola közösségi oldalán is közvetítették. Több száz hívő vett részt ma a belgrádi Szent Száva templomban a liturgián, amelyet Porfirije pátriárka, a szerb ortodox egyház vezetője mutatott be Szent Száva emlékére. A szent életű államférfi az önálló szerb ortodox egyház alapítója és első érseke volt, író, fordító, költő, a szerb oktatás és a kultúra védőszentje. A liturgián részt vett Novák Djokovic teniszező is. Átadta a Szent Száva díjakat Branko Ružić szerb oktatási miniszter. Ezzel az elismeréssel Szent Száva napja alkalmából jutalmazzák meg azokat az egyéneket és szervezeteket, akik kiemelkedő eredményeket értek el többek között az oktatás és nevelés terén. Az oktatási miniszter elmondta, idén 34 díjazottat köszönhetett, akik között vannak diákok, tanárok, iskolák és tudományos intézetek egyaránt. Szabadka város területéről Mirjana Szávanova, Tavankuti Matija Gubec általános iskola tanítója kapott elismerést. Zaista i najiskrenije svakom od vas, kao i svima koji ove godine nisu odabrani, od srca čestitam. Ova povelja se dodeljuje dugi niz godina, a ove godine smo imali rekordan broj prijava, nešto preko 150, i mislim da su to sve bili, i slobodno to mogu reći, briljantni, sjajni pojedinci i ustanove, i komisija za izbor laureata imala veoma težak zadatak, odnosno narodski rečeno bila je na slatkim mukama, da izabere najbolje od najboljih. Ma van a holokauszt nemzetközi emléknapja. Ez az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 77. évfordulója. A világon mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, akik körülbelül 6 millióan lehettek, többségében zsidók. Belgrádban is megemlékeztek az áldozatokról. Darija Kisić Tepavčević szerb munka és szociális ügyi miniszter kiemelte, Szerbia mindig a szabadság és az igazság oldalán állt és ellenezte a fasizmus és az antiszemitizmus minden formáját. Tepavčević a 77 évvel ezelőtti népirtást a legnagyobb tragédiának nevezte az emberiség történetében. Danas se sećamo i svih žrtava drugog svetskog rata, nasilja, užasa, stradanja i bezumlja, koje ne sme da se zaboravi i ne sme da se ponovi, nikada više i nikome. Brutalni zločin na Jevrejima predstavlja najveći poraz čovečanstva u čitavoj njegovoj istoriji. Teško je shvatiti da su nedužni ljudi izgubili živote samo zato što su bili pripadnici druge nacije, vere i rase.
Nagybecskereken is megemlékeztek a holokauszt áldozatairól. A II. Világháború kezdetén Bánát német megszállás alá került, aminek az lett a következménye, hogy a vidékről szinte teljesen eltűnt a zsidóság. Nagybecskereken 1941-ben lerombolták Vajdaság egyik legszebb zsinagógáját. Nagybecskereken az egykori zsinagóga helyén elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával emlékeztek meg a holokauszt szörnyűségeiről, amely nem került el a Begamenti várost sem. 18. augusta 1941. 1280 pripadnika jevrejske zajednice Šlajpovima deportovano u Beograd i nažalost nikada se više nisu vratili. To jasno nam govori da moramo da vodimo računa o svemu onome što radimo i nama jeste cilj sećanja nove žrtve da stvaramo uslove i budućnost tako da nam se ovakve stvari više ne ponavljaju. A német megszálló hatóságok 1941-ben elrendelték minden becskereki zsidó polgár letartóztatását, akiket aztán a Begán szállítottak el a városból. Schleppen elvittek bennünket Belgrádba, és onnan a jó ég tudja, hogy ki hova került. Én szerencsére az édesanyámmal megmenekültem, köszönvén, hogy édesapám katolikus volt, és még egy páran így megmenekültünk. De hogy mit éltünk át, azt én nem tudom, mert én 2 éves korban voltam, amikor ez minden történt. Az édesanyámtól hallottam, hogy hogy volt, miképpen volt. Hát rémes volt. Erről beszélni is nagyon nehéz. Nagybecskereken lerombolták a zsinagógát is, amely szépségével az Újvidékivel és a Szabadkaival vetekedett. A nagybecskereki zsidó hitközség 1994-ben alakult újjá. Ma 120 tagja van. Mi moramo da pamtimo ono što se gnusne zločine koji su se dešavali i da se takvi zločini više nikad ne ponove. Mislim, zaista očekujemo i da za sada uvek imamo i ja verujem da će se tako i nastaviti podršku gradu u obeležavanju takvih značajnih datuma, jer mislimo da je to nije samo obaveza jevrejske zajednice, nego obaveza čitavog društva. A nagybecskereki zsinagógát már csak képeken lehet látni. Egy emléktábla és a református templomba átmentett orgonája tanúskodik a létezéséről. Még egy emléktáblát terveznek elhelyezni a mostani mellé, amelyen majd látható lesz az építmény képe is. A Szerbiában elvégzett koronavírus tesztek közül az elmúlt 24 órában is majdnem minden második pozitív lett, és napról napra emelkedik az egy nap alatt elhunytak száma. 17.674 új esetet diagnosztizáltak a csaknem 36.000 tesztből. A koronavírus fertőzés szövődményeibe újabb 40 páciens halt bele. Ezzel a járvány szerbiai megjelenése óta elhunytak száma 13.417-re emelkedett. Folyamatosan nő a kórházban ápoltak száma. Az ország egészségügyi intézményeiben 3301 beteget kezelnek, közülük 142 személy állapota súlyos, őket mesterségesen lélegeztetik. Összesen 19.213 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon az elmúlt 24 órában. Olvasható a magyar kormányzati portálon. Meghalt 64 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 41.151-re emelkedett. Kórházban 3267 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 157-en vannak lélegeztetőgépen. Alekszandr Vučić szerb elnök Oroszország belgrádi nagykövetét, Alekszandr Bocan Harcsenkót fogadta ma, akivel a kétoldalú kapcsolatokról, valamint az aktuális regionális és globális témákról beszélgetett. A tárgyaló felek kiemelték, a két ország minden téren készen áll a szorosabb együttműködésre. Elégedetten nyugtázták, hogy a gazdasági együttműködés is folyamatosan erősödik. A találkozón szó esett a kelet-európai helyzetről is. Az orosz nagykövet tájékoztatta a szerb államfőt azokról a megbeszélésekről, amelyeket az Orosz Föderáció folytat az Amerikai Egyesült Államokkal és a NATO-val. Vučić rámutatott a koszovói helyzettel kapcsolatos kérdésekre is.
Nem hárítottuk még el Alekszandar Vučić szerb államfő személye ellen irányuló merénylet fenyegetettségét, ugyanis a megtervezői még elérhetetlenek a szerb biztonsági szolgálat előtt, jelentette ki Anna Brnabić a szerb közmédia reggeli műsorában. A szerb miniszterelnök arról is beszélt, hogy két montenegrói állampolgárt és néhány Európai Uniós személyt gyanúsítanak a szerb államfő meggyilkolási tervével. Brnabić hangsúlyozta, a biztonsági erők éjjel-nappal dolgoznak a szerb államfőt fenyegető veszély megszüntetésén. Párdinárral olcsóbb lett a műtrágya. Ennek oka az illetékesek szerint az, hogy csökken a vásárlóerő. Van elegendő műtrágya az országban. Egyenlőre kielégítő állapotban vannak a kalászosok Magyar Kanizsa községben, viszont ezt a fejlődési szintet nagyban befolyásolja majd az elkövetkező időszakban a fejtrágya és a műtrágya mennyiségének elszórása. Ez a több tonna műtrágya már el van adva. Nagyon kevés az olyan gazda, aki nagyobb mennyiséget vásárol, hiszen egy tonna műtrágyáért 1000 eurót kell fizetni. Az Adorjáni Sándor Ferenc a vetésforgó miatt vetett minden évben kalászost. Az elmúlt évben kétszeri műtrágya szórást alkalmazott. Most a műtrágya ár miatt egy kicsikét átgondoltam a dolgot, és lehet, hogy az egyszórásos, tehát az egyszeri szórásra átállok. Tehát az kevesebbe is kerül talán, de... ez a műtrágya ár miatt ez most talán így lesz a legjobb. Hasonlóan vélekednek a repcetermesztők is. Ahhoz, hogy jó terméshozamra lehessen számítani, meg kell venni a növénynek a megfelelő minőségű és mennyiségű műtrágyát. A költségek most nagyon megnövekedtek ebben a műtrágya árakkal, mert a repcére alá még szórtunk műtrágyát, de mostan fejtrágyát is kénytelenek leszünk bármilyen áron valamennyit venni, mert másképp nem nagy eredményt várhatunk. Nagyon sok esetben a 100 kg helyett csak 60 vagy 70 kg műtrágyát szórnak a gazdák, így próbálnak spórolni. Jelen pillanatban a nitrogén alapú műtrágyák ára mérséklődött, fajtától függően 1-2 dinára esett az áruk, ugyanis alacsony a kereslet irántuk. Ezek a magas műtrágyárak, amelyek már ősztől kezdve tartanak, nagyon visszatartották a termelőket attól, hogy nagyobb mennyiségbe bevásároljanak. Mindenki csökkentette a kiszórandó mennyiséget a minimális dózisra, és ebből kifolyólag pillanatnyilag egy kis túlkínálat van a piacon, és ezért mérséklődik az ára. A kereskedelemben lévő műtrágyák legnagyobb részét külföldről importálja az ország. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Új galéria világítással gazdagodott a Szabadkai Kortárs Galéria. Három ország területén is barangoltak a Bánátban kikelt parlagi sasok. Pontosan 80 évvel ezelőtt Óbecsén közel 250 szerb, zsidó és roma vesztette életét a razziában. Ma a Tiszaparti vesztőhelyen emlékeztek meg az ártatlan áldozatokról. Az 1942-es óbecsei razzia felidézésével és közel 250 áldozat nevének felolvasásával kezdődött Óbecsén a razzia áldozataira való emlékezés a Tiszaparti vesztőhelyen felállított márványtáblák előtt. Svetlana Vuletić alpolgármester szerint a történetekből tanulnia kell a jövendő nemzedéknek. Moramo jasno i nedvosmisleno da učimo vrednostima antifašizma, da ih učimo da cene mir, da je sloboda svetinja. Samo ljubav, poštovanje, zajedništvo i uvažavanje različitosti moraju biti uvek matrice našeg ponašanja. Sećanje na naše sugrađane obavezuje nas da budemo još bolji, to je naša lekcija za budućnost. Gyászmisét szolgáltattak az áldozatok emlékére, akikért Fuderer László plébános és Kovács Róbert előimádkozó is mondott imát. A világban látjuk, hogy mi történik, tehát nem tanultunk, és nem is fogunk tanulni, de emlékezni kell, és emlékeztetni kell, és hogyha idézhetek egy Zsoltár részletet, Szurme rá vászetov, hogy határolódjunk el,
a rossztól és tegyük a jót. Csak így tudunk segíteni magunkon és emberségünkön. A vesztőhelyen történt megemlékezés és koszorúzás mellett a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából az 1962-ben lerombolt zsinagógára és az egykori zsidó iskolára emlékeztető márványtáblánál is tartottak egy rövid megemlékezést Óbecsén. Új galéria világítással gazdagodott a Szabadkai Kortárs Galéria. Az intézmény jelentős pénzeszközöket nyert a Szerbiai Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium Városok a Fókuszban elnevezésű projekt keretében. Szebbé, minőségibbé és élvezetesebbé válhat egy-egy tárlat megtekintése az elkövetkezőkben a Szabadkai Kortárs Galériában. Az intézmény emeleti 4 kiállító terme kapott most új, modern világítást a Városok a Fókuszban elnevezésű projekt keretében. A Kortárs Galéria földszinti szalonját már korábban korszerűsítették, azonban az emeleti szobák a díszes mennyezet miatt igényesebb munkálatokat igényeltek. Mi kortárs galériaként funkcionálunk itt ebben a szecessziós épületben, és ez mindig ilyen kis ellentéteket hoz magával, ugye, hogy egy műemlékvédelme alatt álló épületben kortárs művészetet mutatunk be, holott valamikor ugye a szecesszió volt az egyik legnagyobb élenjárója a kortárs művészetnek, manapság már ugye a történelem, viszont most éppen egy jó helyen működik ez a kortárs galéria, és így most a kortárs megvilágítás is jelen van már az intézetünkben. A beruházás első fázisában modernizálták az elektromos rendszert. Ez lehetővé teszi az emelet még megmaradt szobáinak az új galéria világítással való felszerelését, sőt egy stabilabb wifi rendszer rácsatlakoztatására is lehetőséget ad. A Szerbiai Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium pályázatán nyert pénzeszközök az első fázisban az építészeti munkálatokat is felölelték. A beruházás első fázisának összértéke 3 millió dinár. Ez az intézmény e tekintetben is az egyik legkorszerűbb, az egyik legmodernebb lesz itt a régióban. Egyébként pedig a Rájhol palotában működik a Kortárs Galéria, amely a város egyik legszebb épülete, az egyik legszebb szecessziós épülete, és ez az intézmény nem csak a múlt mondatja ezt velem, hanem a jelen is, illetve a jövőbe vetett hit, nem csak a város, hanem a régió szempontjából nagyon jelentős, és jelentős mértékben járul ahhoz hozzá, hogy a polgároknak a művelődési igényeit kielégítse. Hétfőn Gyurkovics Hunor grafikus és festőművész tárlatát tekintheti meg új, modern fényben a közönség. Áprilisban pedig a Kortárs Galéria fennállásának 60. évfordulóját ünnepli majd felújított köntösben. Három ország területén is barangoltak a Bánátban kikelt parlagi sasok. 2021-ben bújtak ki a tojásból a Mima és Mihajló névre keresztelt madarak. Tavaly 4 parlagi sas látta meg a napvilágot a szakemberek információi szerint. Közülük 2 mozgását követi kiadókkal. Július közepe óta Mihajló 6815, Mima pedig 6320 kilométert tett meg Szerbia, Magyarország és Románia területén. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület szakemberei szerint a fiatal parlagi sasokat sok veszély fenyegeti. Többek között az elektromos vezetékek, a mérgezés és az esetleges éhezés is. Hozzáteszik, a jeladóknak köszönhetően a megjelölt madarak segítségére tudnak sietni, ha szükségesnek látják. További enyhülés várható a következő napokban. A csúcshőmérséklet pénteken és szombaton 7 fok körül alakulhat, vasárnap pedig még a 10 fokot is elérhetjük. Hajnalonként csak gyenge fagy fordulhat elő, a szél viszont viharossá erősödhet, sebessége akár a 60-70 kilométert is meghaladhatja.
A dubai tornán tér vissza a világ első Novák Djokovic, aki, mivel nincs beoltva koronavírus ellen, színvédő létére nem indulhatott a jelenleg zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A 34 éves sztár szerepel a február 21-én kezdődő verseny nevezési listáján. Az Egyesült Arab Emírségekbe ugyanis az ottani szabályozás szerint negatív PCR-teszttel be lehet lépni. A világelsőnek, aki még nem vívott tétmérkőzést 2022-ben, pályafutása során ötször is sikerült megnyernie a trófeát Dubajban. Eddig tartott hírműsorunk, halljuk, melyek voltak a mai nap kiemelt témái röviden. Palicson tartották a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségét. Szent Száva napját ünneplik Szerbiában. Ma van a holokauszt nemzetközi emléknapja. Pár dinárral olcsóbb lett a műtrágya. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a panonertv.com-ot. Szép estét kívánunk, a viszontlátásra!